Ha állandóan meg akarsz felelni másoknak, annak az eredménye csak egy lehet, hogy az életed egy nagy rakás szar lesz. De teljesen jogos a kérdés, hogy mit tegyél, ha benned van egy teljesítménykényszer, és benned megfogalmazódik akár a környezet nyomására az, hogy megfelelő vagy, vagy sem. Egy kicsit kalandozzunk el, és mesélek néhány dolgot erről a hétről. Például arról, hogy kiraktunk egy vlogot a múlt héten, amelyben hosszú szakállam volt, már pedig nem annyira hosszú, csak éppen, hogy nem nyírtam, és már valaki elkezdett aggódni az egészségem iránt, hogy biztos valami bajom van, és ha nincs, akkor miért nem ápolom magam, ha meg van, akkor miért nem közlöm. Tehát van egy elvárás az ember felé, akarva akaratlanul akkor is az emberek elvárnak valamit a másiktól, és akarva akaratlanul az emberek megpróbálnak megfelelni a másiknak. Na most egyet tudsz tenni például, hogy fogsz egy hatalmas nagy nemet, és ezt mondogatod folyamatosan, hogy nem felelek meg, és nem akarok megfelelni. Ez sem igazán jó, mert akkor átesel a ló túloldalára, ahol az emberek nem fognak téged elfogadni. Tehát meg kell találni valami arany középutat abban, hogy megfelelő legyél mások számára, és saját magadat ne zsarold azzal, hogy ezt kell tenned, vagy azt kell tenned, mert különben nem kapod meg az élettől, vagy a környezettől azt, amit szeretnél. Találkoztam valakivel, akinek igen erős kritikai érzéke van, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy mindent megkritizál érzéketlenül, mind a kettő helyes lehet, de inkább a második, mert folyamatosan kritikával illeti a környezetét, valószínűleg azért, mert őt folyamatosan megkritizálták az életében. Emlékszem, még a katonaság idejében volt az, hogy már aki volt katona, az tudja hova rakni, aki nem volt, annak röviden elmesélem. Ugye, amikor másfél évre vonultunk be, akkor ott voltak az öregek, és ott voltak az újoncok, és voltak a közepesek, már nem is tudom, hogy hívták őket. A lényeg az, hogy az öregek szivatták az újoncokat. Megfigyeltem azt, hogy azok az öregek bántalmazzák az újonnan érkezetteket, akiket szintén bántalmaztak. Minél jobban bántottak valakit, az nem tanult belőle például, hogy akkor ezt ne tegye meg mással, hanem abban a pillanatban, ahol lehetősége volt hatalmat kapni mások felett, abban a pillanatban ezt kihasználta, és erősebben vagy még jobban bántotta a másik embert, annak ellenére, hogy ő ezt nem élvezte, amikor ő kapta. Érdekes az ember, hogy nem tanul semmiből. Most az elvárás és a teljesítménykényszer valahova ide vezethető vissza, hogy az ember nem tanul abból, ami történik vele. Itt van például egy tárgyalás, vagy itt van egy randevú, ahol fölkészülünk a lehető legjobban, hogy mit várhat el a másik, és a legjobbat adjunk magukból, a legszebb nadrág, a legszebb póló, a legszebb frizura jön ki aznapra, ha sikerül egyáltalán. Elmegyünk, és mi van előttünk? Nem egy örömteli esemény, hanem egy hatalmas nagy stressz, hogy megfelelő vagyok, vagy sem. Nem számít az, hogyha egy tárgyalásnál például nem vagy üzletileg potenciális. A lényeg az, hogy te mit gondolsz, és a te világodat hogyan alakítottad ki. Ha te azt gondolod, hogy van lehetőséged a világban, akkor egyszerűen csak csinálnod kell a dolgokat. Nem kell túl gondolnod, és nem kell azt nézned, hogy megfelelsz vagy nem. Azt figyeld meg, hogy mire van szüksége a másiknak, mert ez egy olyan fegyvertény, amivel élhetsz, bármikor. Tehát meglátod vagy megérzed azt, hogy a másiknak van valamilyen szükséglete, és ha ezt kielégíted, akkor ő hálás lesz neked, és ezt most nem azért mondom, hogy kötelezzünk el másokat, hanem csak úgy mondom, hogy ez egy fontos információ ahhoz, hogy kapcsolódhassunk valakihez. Tehát például, ha nem vonzódik hozzám valaki, akkor teljesen felesleges arra felé próbálkoznom, hanem ott kell próbálkozni, ahol van vonzalom. Vagy ha az nem tetszik, akkor keresni kell azt az embert, akiben megszületik a vonzalom felém, és ha ezt megérzem, és nekem is van ilyen vonzalmam,
akkor elengedem magamat, és hagyom, hogy haladjak ő felé. De ha az elvárásokkal foglalkozom, mert az előző 100 esetben folyamatosan kaptam a kritikát, a nemeket, meg stb., akkor a potenciális lehetőségben is úgy fogok viselkedni, mintha annak nem lenne semmilyen esélye, hogy az összejöjjön. Lazán kell venni az életet, például lazán kell venni egy randevút is, lazán kell venni egy tárgyalást. Nem számít, hogy az életed tárgyalása, vagy az életed randevúját gondolod éppen akkor. Bővebben erről a témáról a Premium Vlogban fogtok találni információt, menjetek a weboldalra, ott a videótár, kattintsatok rá. Böngészetek, regisztráljatok, regisztrációval rengeteg tartalomhoz hozzáfértek, és böngészetek egyéb videók között, találtok még régi előadásokat, régi szemináriumok összefoglalóit, az előfizetéssel szinte a teljes videótárat meg tudjátok nézni, és van egy csomó prémium előadás, amit szintén megnézhettek.